Tudják-e azt a kedves nézők, hogy melyik Magyarország szám szerint ezredik természetvédelmi területe? Ha nem, akkor mindjárt mutatok önöknek egy fotót. Most köszöntöm önöket, itt az M1-en, Tóth Tamás vagyok. Egészen a román határig kell utaznunk hozzá. Méghozzá Szűcs Norbert küldött onnan nekünk egy nagyon látványos őszi képet. Ez Gyulavári közelében található, a Fekete-Kőrös környékén. Most per pillanat így fest ott a tájkép. Láthatjuk itt is azért sok a felhő. Ez tulajdonképpen akár még a mostani időjárást is egyre inkább illusztrálhatja, hiszen nyugat felől vastagszik, növekszik ott is a felhőzet. Nagyon szépen köszönjük ezt a látványos képet. És mivel csapadék is érkezett, különösen az ország délnyugati, nyugati részeire igencsak nagy mennyiségben, nem csak nyáron, hanem most ősszel is, így sok helyen a gombák is megjelentek, Barcs környékén is, ahonnan Mácsai Péter küldött nekünk szintén az őszi erdőből egy pici részletet a meteorfotokukac@mtva.hu e-mail címre. Várjuk természetesen az időjárással kapcsolatos további képeiket is, akár ebben a mostani borongós, szürke időjárási helyzetben is, hiszen láthatjuk, tovább növekszik, vastagszik a felhőzet nyugat felől, és egyre több helyen az ország közepén is elered majd az eső. A keleti részeket csak később éri el ez a csapadék, inkább a délután, azonban is inkább a délután második felében, és az esti órákban már súlypontjával ott lesz majd ez a bizonyos csapadék zóna. Útját tehát tartósabb eső, illetve akár még záporok is kísérhetik, lesznek helyek, ahol kiadósabb mennyiség hull majd. Még szombaton is részben az észak-keleti területeken vendégeskedik majd ez a csapadékrendszer, így leginkább arra felé számítunk tehát további esőre. Majd szépen fokozatosan elvonul, felszakadozik a felhőzet, és ahogy a légmozgás is mérséklődik, úgy egyre erőteljesebbé válik az éjszakai ködképződés. Az ikon utal is rá, hogy a jövő hét várhatóan párásan, ködösen indul nagy területen, és hétfőn lesznek olyan helyek, ahol bizony ezek a ködfoltok makacsabbak is lesznek. Később azért úgy tűnik, hogy a ködhajlam gyengülése várható, és nagyjából az átlagosnak megfelelő hőmérsékletű idő alakul ki. Elgondolkoztak már kedves nézőink azon, hogy egyes felhők miért fehérek vagy sötétebbek, illetve miért lehetnek szinte koromfeketék. Ennek megértéséhez tudnunk kell, hogy a fény olyan elektromágneses sugárzás, ami különböző optikai közegekben, így a légkörben is megtörik. A légkörben lebegő nagy mennyiségű vízgőz a napfényt még átengedi, jelentősebb fénytörést csak akkor eredményez, ha az úgynevezett cseppképző magvakon kicsapódott folyékony vagy szilárd halmazállapotú felhőelemként már akadályt jelentenek a napfény útjában. Ezek a nagyobb részecskék nagyjából azonos hatékonysággal szórják a különböző hullámhosszakat, így a felhőzetet alkotó sokmillió csepp vagy jégkristály együttes kölcsönhatása során fehér lesz a jellemző szín. Az optikailag vastagabb felhők esetében a szórt fényből több jut vissza a felhőzet szélére, így azt fehérnek, a kevesebb fénnyel rendelkező felhő alapot szürkébbnek látjuk, sőt a több kilométer vastag csapadékot is adó felhők alja pedig egészen sötét is lehet. Persze egyszer minden eső eláll, és akár ilyen szivárvány is megjelenhet, én pedig ezekkel az érdekességekkel el is búcsúzom önöktől, viszontlátásra!